A Győri Városháza dísztermében kezdődött a 2,5 éves projekt nyitó konferenciája, ami a demenciával élők helyzetét szeretné jobbá tenni. A szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók tapasztalatai azt mutatják, hogy a betegség felismerése nem történik meg a korai szakaszban, ami jelentős mértékben nehezíti a hatékony beavatkozást. A lakosság életkorának a növekedésével exponenciálisan nő a demens betegeknek a száma. Ez a konferencia nem a demenciáról, mint orvosi esetről beszél, hanem arról, hogy mit tudunk mi tenni a betegek érdekében, és mit tudunk tenni, és nagyon fontos a hozzátartozók érdekében. Ugyanis a demencia nem gyógyítható, de minél előbb felismerjük, annál inkább lehet késleltetni, vagy lehet lassítani egészen pontosan a folyamatot. A hozzátartozóknak pedig azért lényeges, hogy őket is felvilágosítsák, mert egyenlően nem is veszik észre, hogy egy hozzátartozójuk demens. A program kiemelt partnere a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a hajdúböszörményi Fazekas Gábor idősek otthona. Nálunk 6 intézmény van a városban, és több mint 300 embert gondozunk az intézményeinkben. Egyházi, állami, alapítványi és önkormányzati fenntartásban is vannak intézmények, és nappali ellátásban is több száz idős embert gondozunk minden nap. Ráadásul nálunk működik a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kara, amelynek a szociális tanszékként szociális képzés is folyik. Szociálpedagógusok és egyéb egyetemi szintű képzés is folyik, tehát megvan a tudományos háttere is, illetve a gyógytestneveléstől kezdve nagyon sok olyan dolog kapcsolódik, amely az idős gondozáshoz is közel kerülhet. A program azért nagyon fontos, mert ugye a különféle szakmák együttműködéséről szól, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni, hogyan tudják összehangolni a tevékenységüket a demencia az idős gondozás területén. A katolikus egyház szociális szerepvállalásán belül a demenciával élőkről való gondoskodás a katolikus szeretetszolgálat intézményeiben évtizedek óta kiemelt fontosságú. Nagy örömre szolgál, hogy ez a konferencia megrendezésre kerül, annak külön, hogy munkatársaink rendezik ezt, akik már évtizedeken keresztül követik ezt a betegséget, és tudnak ebben érdemes dolgokat mondani. De azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez mindnyájunk problémája, hiszen előbb-utóbb minden ember eljut a demenciának valamilyen fokára, tehát szükséges, hogy mindnyájunk komolyan vegyük. Egyrészt nekünk személy szerint is tudnak tanácsokat adni, másrészt pedig fölhívjuk ezzel a konferenciával is a figyelmet arra, hogy össztársadalmi problémáról van szó. Nem szabad, hogy ezek az embertestvéreink, akik ebbe a betegségbe esnek, kiszoruljanak nem egyszer, nem csak a társadalom, hanem a család közösségéből is. A családok és az idősödő generáció nem készül tudatosan arra, hogy a betegséggel érintetté válhatnak, és ennek hatására élethelyzetük jelentősen megváltozik. A családok nehezen tudnak megbirkózni azzal, amikor egy ember megöregedve, egészségében talán meggyengülve vagy megroppanva rászorul arra, hogy valaki bele legyen, segítse őt a mindennapi dolgokban, a mindennapi szükségletekben, sőt egyszer csak arra is, hogy ne hagyják magára, hanem legyen mindig valaki mellette. Ezeket a család magába aligha tudja megoldani. Ehhez kell egy összefogás, egy segítség. Szükség van arra, hogy figyeljünk egymásra, hogy tudjuk észrevenni, hogy hol van szükség a mi segítségünkre, és onnan megértő szeretettel, ne csak csodálkozva vagy sajnálkozva forduljunk feléjük, hanem próbáljuk meg segíteni. A projekt képzésekkel a szakemberek ismereteit korszerűsíti, új módszerek alkalmazása szükséges ahhoz, hogy komplex módon tudják támogatni a betegségben szenvedőt és családját. Egyrészt a szakembereknek szóló képzés az egyik fontos része a programnak, de még ennél is fontosabb az, hogy a különböző szakemberek egymással hogyan tudnak együttműködni a demenciával élő idős és a családja érdekében. Mire gondolunk itt? Nem csak az orvos, nem csak a szociális gondozó kerül kapcsolatba egy demenciával élő időssel. Ez a betegség egy 10-15 éves korlefolyással bír, tehát ennek során sok-sok probléma előkerül. Jogi, bankügyek intézése, akár eltéved az idős, rendőrséggel, közterületfenntartással kerül kapcsolatba. Gyógyszertárba megy, mert gyógyszerre van szüksége. Mi arra törekszünk, hogy ezeket a szakembereket mind megszólítsuk, őket felvértezzük,
olyan tudással, ami megfelelő kompetenciával látja el őket ahhoz, hogy jól forduljanak ezekhez a kérdésekhez. A program része az is, hogy a szakemberek a gondozó családokat egészségügyi és szociális kérdésekben megfelelő információval látják el. A projekt Európai Uniós finanszírozással valósul meg, amelynek összege 300 millió forint.